Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Szóval, hogyha az ember a Porsche Cayenne-ből hibridet vásárol, nekem mindig az jut eszembe, hogy eljön egy burgerezőbe, és kér egy dupla húsos, dupla békönös, dupla csedáros, csilis hagymalekváros, uborkás majonézes burgert, krumplival, mártogatóssal, majd az egész mellé kér egy light kólát. Nagyon fontos, hogy megértsük a Cayenne fontosságát, és ehhez minő szerencse pont van egy első generációs Cayennünk, az általunk pályahasználatra átépített HDT Cayenne. Ez az első 2002-ben bemutatott generációból származik. És hát nyilván divat utálni a hobbi terepjárókat, de ennek az autónak a Porsche történetének a szempontjából tényleg fontos szerepe van. Ugye mi volt a 90-es években? Hát a Porsche rájött, hogy meddig lehet létezni a léghűtéses technika reszelgetésével. Addig. Tényleg kifújt, tehát hogy 95-ben azért már bőven túl voltak a versenytársak azon, hogy az autókban léghűtéses motorok vannak, és hát lépni kellett, meg a Porsche-nak eléggé szarul is állt a szcénája, annyira lecsövesedett a cég, hogy még az aranyerüket is zaciba csapták. Tényleg Mercedeseket szereltek össze bérgyártásban, meg Audikat. Ez volt ugye az 500E, meg az RS2. Nagyon érdekes mellékzönge, hogy amikor kiadták a Project Colorado-nak a zöld utat, Project Colorado-nak hívták ugye a Porsche hobbi terepjáró projektjét, akkor még felmerült ötletnek, hogy mi lenne, hogyha az ML Merciből csinálnának Porsche hobbi terepjárót. Ugyanis a két cég között már megvolt a kapcsolat, V124-500-e, és az akkor már egy hobbi terepjáró volt, és a Porsche azt gondolta, hogy ha adnak nekik egy saját dizájnt, saját futóművet és saját motorokat, akkor az sikeres lesz. Aztán szerencsére ez 96 környékén véget is ért, de maga az ős gondolat, hogy a Porsche-nak hobbi terepjárót kell gyártani, az még a 90-es évek legelejéről származik, sőt 1989-ből, amikor Ferry Porsche azt mondta, hogy ha csinálnánk egy hobbi terepjárót Porsche minőségben, Porsche alkatrészekkel, akkor azt az emberek imádnák. És az öregnek igaza volt. Amikor 2002-ben megjelent az első Cayenne, instant hit lett, szana szétzabálták a vásárlók, mindenki úgy érezte, hogy 2,5 tonna céllal kell közlekednie a nagyvilágban, és a 996-os vízhűtéses 911, a 986-os vízhűtéses Porsche Boxster, valamint a Porsche Cayenne volt az a három autó, ami megmentette a Porsche-t a csődtől, ami miatt ma létezni tud a gyártó, ezért rendkívül fontos ez az autó. Na most, csak hogy érezzük a számokat, tavaly a világban 300 ezer Porsche-t adtak el, és ebből a 300 ezer autóból 95 ezer volt Cayenne, és amióta elkezdődött a gyártás, 2002-ben azóta 1.250.000 darabon is túl vannak. Tehát a számok őket igazolták, mi meg fanyaloghatunk, de hát ugye pénz beszél. Több síkon próbáltam megérteni, hogy miért vesz valaki Cayenne e-hybridet, amit mostantól következetesen e-hybridnek fogok mondani, mert az e-hybridre egyszerűen nem áll a szám. Na de, a lényeg az, hogy egy sima Cayenne, tehát az alapváltozat az nagyjából 38 millió forint, míg a Cayenne e-hybrid, tehát ugyanaz a mechanika elektromos rásegítéssel, egy plug-in elektromos rásegítéssel megtámogatva már 44 millió forint. Hevenyészet számításaim szerint mindössze 100 ezer kilométert kell tisztán elektromosan mennünk, hogy megtérüljön a különbözet. El se kezdjétek! Tudom, hogy vannak mindenféle kedvezmények a zöldrendszámra, meg ingyen parkolás, de akkor is irreálisan nagy a megtérülési ideje annak, mire behozza az árát az, hogy ez az autó hibrid, tehát drágábban vásároltuk. Gondolhatnánk azt is, hogy akkor biztos a környezetvédelem miatt, mert aki ilyen autót vesz, annak fontos a környezettudatosság. Na most 470 lóerő a kombinált rendszer teljesítmény, 650 Nm a rendszer legnagyobb együttes nyomatéka, és 2,4 tonna acéllal, alumíniummal, lítiummal és benzinnel furikázunk, amikor ezzel az autóval közlekedünk. Tehát azt kimondhatjuk, hogy nem, ez nem a környezetvédelem legjobb módja. Gondolhatnánk, hogy akkor azért kell Cayenne e-hybridet venni, mert azt jó vezetni. És igazából logikus is az okfejtés, hiszen a 2010-es évek mindent meggyalázó sportautója, a 918 Spyder, az egy hibrid Porsche sportautó volt, tehát a gyártónak komoly múltja van ezekkel.
Viszont a saját empirikus megfigyeléseim szerint nem. Én ott voltam ennek a szériának az ős bemutatóján, ez ugye most már egy ráncfelvarrás, ahol a Porsche Cayenne-ből vezettük az S-változatot, az akkor egy 2.9-es biturbó V6 volt, és igazából máig szégyellem, hogy közlekedtünk vele, és máig szégyellem, hogy mennyire kéne az az autó. Manapság pedig a Cayenne ezt már nem egy 2.9-es V6-os biturbóval adják, hanem egy 4 literes V8-assal. És bár ezzel az autóval sem rossz menni, de azért a Cayenne S, vagy a sima Cayenne, az 200 kilóval könnyebb ennél, hiszen nem cipel magával egy bitang nagy akút, meg nem visz magával egy villanymotort a váltóharangba, és hasonlók. De hogyha már a súlynál tartunk, a világ vicce, 14.500 euróért ehhez a Porschéhoz is vehetsz lightweight package-et, ami azt jelenti, hogy 30 kilót lefaraghatsz a súlyából. Tehát akkor a kérdés, miért vesznek ilyen autót az emberek? Egyszerű, mert kell nekik. És ezt nem én mondom, hanem a Porsche mondja, hiszen Cayenne-ből jelenleg háromféle hibridet tudunk vásárolni. Ebből a szériából háromféle hibridet tudunk vásárolni. Ugye van a Cayenne E-hibrid, ami itt van mögöttem, van a Cayenne S E-hibrid, ami még mindig erre a motorra és hajtásláncra épül, csak valamivel feljebb tekerték erősebb, valamint van a Cayenne Turbo E-hibrid, ami a V8-as biturbo köré épül, ami aztán már tényleg mindent elpusztít, ilyen bőven 4 alatti gyorsulása van, 3,5-3,7. Szóval a világ úgy áll, hogy úgy akarjuk megmenteni a bolygót, hogy 2,5 tonnás páncélszekrényekkel közlekedünk. Lehetne ennek az erkölcsi oldalát vizsgálni, de inkább vizsgáljuk az autót, mert az autó az pacek. Az nagyon finom. Szeretnék idézni Vince Danitól, aki Imrétől vette át. Látszik, hogy foglalkozó volt vele. És ez most nagyon hülye hangzik, de bizonyos szempontból ez az autó a Porsche-nál egy technikai csúcs. Hiszen van benne egy rendkívül hatékony benzines hajtás, tényleg egy V6 turbó, 304 lóerővel és 420 Nm-rel, valamint van benne egy elektromos hajtás. Ezt a kettőt tökéletesen összekombinálták, valamint a mindenféle aktív menetdinamikai szabályzókkal addig dolgoztak, hogy ez az autó sportautósan viselkedjen. Nem sportautóként, de kicsit hasonlóan ahhoz, mint egy sportautó. Tehát tényleg bonyolultabb sokkal, mint egy Taycan, hiszen ott van benne a benzinmotor, bonyolultabb sokkal, mint egy sima Cayenne, hiszen ott van benne az elektromos hajtás, bonyolultabb, mint egy Panamera, hiszen egy toronyházról beszélünk, meg kellett oldani, hogy ez az úton maradjon és élvezetes legyen és stabil. Tehát tényleg lehet ezeket szeretni, nem szeretni, de egy dolgot nem lehet tőlük eltagadni, hogy pokolian megcsinálták őket. Nézd, kovácsolt rugótorony megtámasztva alumíniummal, itt is a zárhíd előtt még egy extra merevítő van. Elképesztő meló lehetett, és a lényeg az akkor tűnik szembe, amikor itt benézel ebbe a lukba, és azt látod, hogy figyelj, idáig le kell nyúlni, hogy elérd a hengerfejet. Itt van a hengerfej, azért, hogy a motor a lehető legalacsonyabban legyen, ezért mérsékelte jó terepjáró, és ezért lehet vele eszméletlen jót huligánkodni. És ha már a plug-in hibrid résznél tartunk, ugye a ráncfelvarrásnak fontos eleme volt az, hogy például 7,5-ről 11 kW-ra növelték a töltési kapacitást. Ez ugye azért fontos, mert az akkumulátor kapacitás is 25,9 kWh lett, ezzel az ígért hatótáv az 90 km. Amikor én reggel beleültem feltöltött akkumulátorral, akkor mondott 63 km-t, ha jól emlékszem, és ezt igazából városi közlekedésben, a csúcsidei forgalomban tudja is, lehet, hogy országúton szépen sokat kigurítva meg lenne mondjuk akár 80. Erre nem tudok válaszolni, ezt az autót sajnos csak reggel 9-től délután 4-ig kapjuk meg, vagyis ennyire alapos tesztekre egész egyszerűen nincs lehetőség, nem tudjuk feltölteni, nem tudjuk kiautózni, de nem is ez az igazán érdekes az elektromos hajtással kapcsolatban. Az elektromos hajtás önmagában 130 kW és 460 Nm, ez a 130 kW, ez nagyjából ilyen 170-180 lóerő. Na most 25 éve mondjuk egy 2.10-es E-merciben ez az OM606 gyári teljesítménye volt, és azért az elég jól elmozgott, és igazából kicsit vicces is, hogyha az ember tisztán elektromosan használja, akkor hogy ez az autó mennyire jól elmozog ezzel a villanymotorral, így megkérdőjelezed magadból, hogy mi a francnak kell ezekben 4-5-600 lóerő, mert teljesen kultúráltan el tudsz vele közlekedni. Nyilván padlógázra aztán indít mindent, meg vannak különböző menetmódok. De ami még igazán érdekes ebben a ráncfelvarrásban az az, hogy megnövelték az elektromotornak a visszatermelő képességét, mert hogyha fékezünk, akkor a váltóharangba épített villanymotor 88 kW-tól tud visszatermelni.
ezért rendkívül hatékonyan tud működni, és ugye ez egy nagy autó, nehéz autó, rendkívül sok kinetikus energiát lehet elektromos árammal alakítani. Az aztán egy más kérdés, hogy nagyon sok energiát fel is emészt a mozgatása, ilyen 25-26 kWh körüli értékeket néztem az elektromos fogyasztására 100 kilométerenként. Ebben ugye egy 25,9 kWh-es bruttó kapacitású akkumulátor, ezt nem tudja teljesen kihasználni, de érdekes belegondolni, hogy a korai Hyundai Ioniq-ban 28 kWh-es az akkumulátor, és az még a szigorú amerikai mérés szerint is elmegy 200 kilométert, míg ez jobb esetben 90-et. De hát ugye ez van, ez nem tud annyira hatékony lenni. A ráncfelvarrás komolyan érintette a belteret is, érkezett néhány új matéria és szín. A Mercedes nagyon büszkén mutogatta azt, hogy végre elengedik a zongoralakot. Hát úgy tűnik a Porsche-ban ezzel meg kell várni a következő modellt. Ettől eltekintve nagyon szépek az anyagok. Tetszik, hogy kétféle varrással csinálták meg a műszerfalat. Haladunk az elektrifikáció felé, átvették a Taycan 12.6-os ívelt műszerfalát, szerintem rendkívül ízléses, de természetesen van head-up display, van központi kijelző minden másnak, és van egy utas kijelző is, amin ő tud médiatartalmakat fogyasztani, nyilván megint ennek a tesztnek a kerete is sajnos nem engedik meg, hogy kipróbálgassuk ezeket a dolgokat, amit viszont biztosan tudok, hogy én itt hiába nézek oda, mint sofőr, egész egyszerűen nem látom, hogy mi van azon a kijelzőn, így oldották meg a betekintési szögét, ami egy tök hasznos dolog, hogyha az utastársunk a sok száz kilométer alatt inkább Netflixen chillezne, mint hogy velünk beszélgessen, mert hát kellemetlen emberek vagyunk. Szóval a lényeg, hogy egy kicsit megdolgoztak a kormányon, és ugye itt van a módválasztó, és ugye ezt már régóta ismerjük, a Porsche-ból van offroad módunk, e-power módunk, hibrid módunk, ugye az e-power az, amikor azért van az elektromos hajtás, hogy még jobban menjen az autó, hibridben mindig a leggazdaságosabb üzemmódra törekszik, ezen felül sport és sport plusz üzemmódok is vannak, itt tudjuk követni, de természetesen tudunk egyedi üzemmódokat is konfigurálni. Ez egy nagyon kellemes, nagyon ihletett autóbelső, de azért a koncern az tud ennél finomabbat és csiricserébbat is. Tehát ez mondjuk, hogyha egy Bentley-vel hasonlítjuk össze, akkor kifejezetten visszafogott autóbelső, ellenben panaszkodni nem nagyon lehet rá. Ezek már ugye a feláros ülések, a Racetex nevű alkantara, a tetőkárpit, a sportronocsomaghoz tartozó óraközépen. Tényleg végtelenül ízléses, és ha már kintre kérték ezt a cégautó fehér színt, nagyon kedves az én lelkemnek, hogy bentre ezt a hát bordóba hajló barna bőrkárpitot tették be, barom ízléses varrásokkal. Itt van a kezemben a Porsche extra listája. Ugye, ahogy arról szó volt, ez az autó 44.319.138 forintról indul, tehát ez a mezitlábas modell, amikor tekerni kell az ablakot, nem, nyilván olyan már nincs. És hát ugye egyszerű emberként én is nagyon szeretek szörnyűködni az extrák árain a német autókban, és nyilván ti is, úgyhogy most kiemelek néhányat. Ülésszellőztetés 831.000 forint. Dombornyomott Porsche címer a fejtámlákon 185.000 forint. Dombornyomott kelyen felírt a könyöklőn 126.000 forint. A klubbőr belső bazalt fekete és barokkvörös bőrrel, valamint keresztvarrással 2.200.000 forint. Ezüst díszbetét csomag 222.000 forint. Racetex tetőkárpit 684.000 forint. Jó, mondjuk azért jó tapizni. A már emlegetett utas oldali képernyő 560.000 forint. LED ajtó kilépő fény Porsche logóval 117.000 forint. Így jön ki az alapáron 44 milliós autónk végső vételára 67 millióra, de ne felejtsük el, hogy ebben még benne van 14 millió forintnyi általános forgalmi adó is. Mondjátok, hogy az autóiparban nincs fejlődés. Itt a régi Cayenne, ami hát lényegesen kisebb és kevesebb holmi van benne, de azért 2,4 tonna, akárcsak az új plug-in hibrid Cayenne. Ez a Cayenne Turbo akkoriban félelmetesen gyorsnak számított. 5,6 alatt gyorsult 100-ra, ami egy ekkora krumplitól igazából még ma sem rossz. És akkor itt van ez a Cayenne e-hibrid, ami kvázi az alapmodellje ennek a Cayenne szériának. Hát ez meg 4,9-et gyorsul. 5,6, 4,9. Biturbo V8. Csúnya hibrid. Mm.
Nyilván egy picit kontextusba kell helyezni, amit az elején mondtam. Tehát amikor azt mondtam, hogy ezt az autót nem olyan jó vezetni, mint egy nem plug-in hibrid kiadást, akkor természetesen Porsche mércével gondoltam, mert ez az autó, ez így is eszelős jó. Beszélgettem kollégákkal, akik ott voltak az ős bemutatóján a Cayenne-nek, és azt mondták, hogy még a kicsi 3-2-es kézi váltós, tehát az akkori alapváltozat is lényegesen jobban vezethető, élvezetesebb autó volt, mint mondjuk egy BMW X5 vagy egy ML Merci. Ezt masszívan megtartotta a Porsche. Hiába platformtársa a Touaregnek, a Q7-nek, a Bentaygának, az Urusnak, a ki tudja még minek, azért ezen az autón érzed, hogy ez Porsche, és ez most nagyon úgy hangzik, mintha nekem ezért fizetnének, de vállalom, mert tényleg a hangolás, meg még néhány apróság az, ami mindez múlik. Hogy hangolják be a kormányszervót, hogy milyen gumiszilenteket alkalmaznak a lengőkaroknál, hogy milyen kerékdőlést adnak neki, széttartást, egyebeket, és ezek azok az apró dolgok, amikben ez az autó mondjuk eltérhet mondjuk egy Q7-től, mégis sokkal, de sokkal több lesz annál, pusztán csak azért, mert a Porsche hangolja be. Ne legyenek kétségeink, egy Q7 is lehetne ilyen, csak egész egyszerűen a vállalati szerepek így vannak leosztva. Ezért van az, hogy ezen az autón mondjuk nem 5-10 ezer euró a haszon, hanem mondjuk 50 ezer. Lehet, hogy nem annyi, de képzeljétek el ezt a nagyságrendet. Ettől eltekintve, hogy tényleg jó vele menni, még így plug-in hibridként is, most már amúgy Prius üzemben vagyunk, tehát lemerült a plug-in hibrid aksi, most már csak azt az energiát tudom elektromos haladásra felhasználni, amit az autó a fékezés során összegyűjt, ami amúgy még elég sok, hiszen most gurultunk le Pilisborosjenőről, de hogy ilyenkor is fantasztikus vele menni, de nem úgy, ahogy gondoljátok. Ez az autó finom. Tényleg, ránézel, egy hegyomlás, 2,4 tonna a súlya, de úgy siklik, mint egy légpárnás. És nyilván ebben szerepe van a többkamrás légrúgóknak, a Porsche aktív menetdinamikai megoldásainak, és minden egyébnek, de ugye erről meg főleg annak, hogy nem az opcionális 22-es kerék van rajta, hanem csak egy 20-as, tehát jó pufi gumit kapott, amivel tud átlépegetni a kis szintkülönbségeken, a kis repedéseken. És emiatt egy végtelenül megnyugtató érzés. Nagyon jó vele közlekedni, megérted, miért vesznek ilyet az emberek, holott semmi szükség rájuk. Viszont, ami szintén nagyon érdekes tapasztalás, hogy igazából ez az autó ormótlan nagy, és matekolhatunk itt össze-vissza az összkerék kormányzással, meg a kamerákkal, meg mindennel, elférsz vele, de egész egyszerűen nem kellemes az élet. Tehát ez az autó, én azt gondolom, hogy itt a budapesti agglomerációt, ahol ugye jellemzően használják ezeket, azt egész egyszerűen kinőtte. Miért akarnád magad egy ilyen autóval szivatni, ilyen kis szűk utcácskákba, szűk budapesti parkolóhelyeken és egyebeken? Egész egyszerűen nem jó, még maga a Porsche is kínál erre jó megoldást, úgy hívják, hogy Macan. Letaglózóan jó, amikor luxusautónak használod, és ülsz a feláras komfortülésekben, és ringatózol a szarutakon, és nem érzel belőle semmit. Letaglózóan jó tud lenni, mint eszköz, tehát hogy beraksz 5 embert kényelmesen, és még csomagtere is van. Tehát hogy ez egy nagyon sokféleképpen jó autó, és ezért érted, hogy miért akarják venni, de amint egy kicsit logikával végig gondolod, nem akarsz ilyet venni. Tehát ha a Cayenne-en belül maradunk is, van ennél jobb Cayenne, akár a Cayenne S, vagy egy mezei Cayenne, hiszen az mégiscsak könnyebb, egy kicsit birgoncabb már, amennyiben erről beszélhetünk. Vehetsz ennél gyorsabb Cayenne-t, van a Cayenne Turbo, vagy hát a Turbo e-hybrid, hogyha mindenképpen hibrid kell. Tehát, hogy nem tudnék emellett a konkrét autó mellett érveket hozni, ha pedig kiterjesztjük ezt az egészet a Porsche-ra, akkor azt a fajta műszaki jóságot, ami ezt az autót ennyire jóvá teszi, azt megkaphatod egy Panamerában, és mivel az nem egy ilyen toronyház, ezért még élőbb tud lenni, még jobb vele, úgy hagyományos értelemben véve autózni. Na most ettől függetlenül, hogyha valaki mindenképpen úgy érzi, hogy neki egy Porsche Cayenne-re van szüksége, akkor nem fog mellé nyúlni ezzel az autóval, csak ez az e-hibrid kiadás nekem egy kicsit így beül a két szék közé a földre. Nem egészen értem, hogy miért pont ezt kéne megvennem. Ezzel párhuzamosan nem tudok neki nagyon felróni semmit. A Porsche csinált egy mindenre jó autót, és akinek erre van szüksége, az nem fog benne csalódni. Csak éppen a Porsche kínál ennél jobb autót, de még jobb Cayenne-t is.